Sziasztok! Jó reggelt! Tudjátok, hogy mit jelent ez a felirat? Nem? Akkor elmondom. Szóval ez egy, tulajdonképpen egy szójáték. Ezt a betűt, meg ezt a betűt, hogyha felcserélitek, akkor valószínűleg, hogy sokkal jobban értelmet nyer. És nagyon remélem, hogy a mai edzésen, mivel most péntek van, ami nektek ugyebár szombat, nem fog túl sok burpee lenni, sőt, egyáltalán nem lesz burpee sem, remélem. Az éjszaka fél egykor sikerült ágyba kerüljek, nem azért, mert nem tudtam aludni, illetve mégiscsak nem tudtam aludni, ugyanis videót vágtam, egészen hajnali fél egyig. Igazából kaptam egy olyan anyagot, amit egyszerűen nem tudtam abba hagyni. Tehát muszáj volt, készítést éreztem arra, hogy muszáj ezt a filmet megcsináljam. De többet egyelőre ebben a vlogban nem szeretnék mondani róla, hiszen ez megér egy külön vlog részt, úgyhogy egy következő adásban ezt nektek el fogom mesélni, hogy mi volt ennek az egésznek a sztoria, és hát ti is meg fogjátok tudni nézni. Ez egy picivel nagyobb terjedelmű videó, mint amihez szoktatok, és nem én készítettem a videót, mármint nem én videóztam, nem én voltam ott a helyszínen, hanem egy ismerősöm. Körülbelül olyan 21? Ilyen 21 mennyi perces videó sikeredett belőle, szerintem nagyon jó lett. Na most gyerünk! Kezdjük a napot egy edzéssel! Teljesen tökéletes volt a mai edzés, nem úgy fogunk elindulni a hétvégével, hogy alig tudunk felkelni a WC-ről, izomláz az szerintem nem lesz, de azért jól el lehetett fáradni. Képzeljétek, tegnap megkeresett egy helyi vállalkozó, és azt kérdezte, hogy tudok-e neki segíteni, mert én nagyon érdekelni ez a vlogolás, és hogy menjek el, ígyünk egy kávét és beszélgessünk róla, hogy kell vlogolni, milyen eszközök kellenek hozzá, és a többi, és a többi. És most éppen úton vagyok ő hozzá, de még gyors kiugrottam ide a Petőfi Parkba, hogy elmondjam nektek is ezt a hírt. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, mert 9 perc múlva már ott kéne, hogy legyek. Menjünk is, ígyunk egy kávét akkor! Ja. Hello! Szia! Jánvi Zoltán, szia! Pupuzik Peti, örvendben! 1 hour later. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon jót beszélgettünk. Ismét rá kellett jöjjek, hogy nagyon szeretek erről beszélgetni. Úgyhogy ha bármilyen kérdésetek van vlogolással, vagy videókészítéssel kapcsolatban, akkor az én saját tudásomhoz mérten természetesen, biztos, hogy nálam vannak okosabbak is, de szívesen megválaszolom a kérdéseteket, úgyhogy ha a videó alá ide kommenteltek, akkor meg fogom őket válaszolni. Ti hallottatok-e már róla? Pár hete terjeng az interneten egy olyan hír, miszerint a NASA megerősítette azt, hogy 2017. november 15-től 2017. november 29-ig teljes sötétségbe borul a Földbolygónk. Hello! Szóval elmondom még egyszer, hogy miről is van szó. Szóval november 15-től november 29-ig teljes sötétségbe borul az egész földbolygó, és nem lesz nappal. Tehát nappal, nem, sötét lesz, full sötét lesz.
Ez egy nagyon ritka kozmikus jelenségnek köszönhető, amikor két bolygó olyan közel kerül egymáshoz, hogy az egyik felmelegít. Most nem akarok hülyeséget mondani, ezért is nem is mondok neveket, de megpróbálom megkeresni a cikket, és belinkelni a videó alá. Szóval olyan közel kerül egymáshoz két bolygó, hogy az egyik felmelegíti a másikat, és hidrogéngáz keletkezik, ami kilökődik az űrbe, és az el fogja érni a gyönyörű szép napunkat, ami most ott süt fent az égen, és ez a hidrogén mennyiség, amikor eléri a napot, akkor ugye, hát mivel a hidrogén tudjuk, hogy nagyon jól ég, akkor ez így be fog robbanni, belobban az egész, és állítólag kékké változtatja a magát, a napot. És ebből kifolyólag 100%-osan nem értek hozzá, nem tudom, hogy miért is lesz nálunk sötét ez véget novemberben, de körülbelül egy jó 15 napig full sötét lesz. Hát zseblámpát, vagy gyertyát, vagy gyufát szerezzetek be erre az időszakra, hogy tudjatok látni. Na most egy nagyon fontos kérdésem van hozzátok, hogy ti szerintetek ez a hír, ez egy újabb kacsa, mint a világ vége, vagy mit gondoltok erről a hírről? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kommenteljétek be a véleményeteket erről a hírről, hogy ez most tényleg valóban meg fog történni, vagy ez is csak egy újabb hülyeség, amit valaki kitalált. Belát az ujjamba. Ennyi volt szerintem a mai vlog mára, úgyhogy találkozunk a következő vlogban. Hogyha még most látod először a vlogot, akkor ne felejts el feliratkozni. Természetesen csak akkor, hogyha tetszett a vlog, és szeretnél még több ilyen videót nézni. Sziasztok!